Kulcsár Lajos eleinte úgy vélekedett a koronavírusról, mint sokan mások. Őt nem érinti és nem kaphatja el ezt a betegséget. Bizony egy óriási tévedés volt ez a típusú gondolkodás, mert egyik percről a másikra szinte jöttek a tünetek, jött egy kis köhögés, jött egy kis fáradékonyság, egy kis nem jó közérzet, és a vége az lett, hogy félig alért állapotba szállította be a Dunaszerdai Kórház intenzív osztályára. A kórházba kerülés után eleinte nem nagyon érzékelte, hogy mi történik körülötte, majd egy idő után jobban lett. Nagyon odaadóan, nagyon körültekintően kezdtek az orvosok körülöttem mozogni, úgy, ahogy ezt tették másokkal is. Szeretném kiemelni Horváth főorvos úrnak a személyét és a tímet, akivel együtt dolgozott orvosok, ápolók, takarítónök, stb. A lelküket kitették azért, hogy segítsenek a betegeken. Nem kerültem lélegeztetőgépre, teljesen bedrótozva, bekábelozva, meg minden, amit csak el tudunk képzelni, feküdtem az ágyon. 24 órát folytak a különböző infúziók, gyógyszerek, és így tovább, és természetesen oxigén lélegeztető segítette a tüdő működését. A tüdőkapacitás az a kritikus alatt volt. Tehát úgy határozták meg, hogy ha nem történik valami csoda, és a gyógyszerek nem kezdnek el gyorsan hatni, akkor ez végzetes lehetett volna, mert ugye az ember megfulladt, hogyha nem kell elegendő oxigén a vérbe. Riportalanyunk szerint téves az a megközelítés, hogy a kórházból való kikerülés után már teljesen meggyógyult a beteg, és maga mögött hagyta a koronavírust. Ez távolról se így van, mert aztán jönnek a következő problémák még. Például az, hogy az ember nem bír létezni oxigén nélkül. Tehát nem tud lépni 5 lépést, ha nincs nála egy oxigén tápláló berendezés, ami segít őt az életben maradásnál és a mozgásnál. Ugye az első fázisban ez úgy mutatkozott, hogy hát ilyen, amikor én el tudtam úgy, hogy aludni, az ilyen hajnali 3-4 volt, utána aludtam egy másfél-két órát, és olyan voltam, mint a halacska. Tehát abszolút, mivel kilettem volna pihenve, egész nap nem kellett aludnom, nem volt ilyen igényem. Rettenetes izzadással jár együtt a dolog. Tehát egy éjszaka 4-5-ször az ember pizsamát cserél, mert tiszta víz. És hát nyilvánvaló, hogy fáradási tünetek vannak. Ma már ilyen 1 óra, 1:30 körül el tudok aludni. Tudok aludni 2-2,5 órát, utána biztos, hogy felébredek. De ugye ezek az izzadási tünetek is már nem 5-6-szor váltok pizsamát, csak 2-3-szor, szóval több utat meg tudok tenni, fel tudok jönni akár a 4. gyalog, nem használom a liftet, igaz, hogy 2-szer meg kell állni, mert a szervezet még nem állt vissza arra megszokott rezsimre, amiből kijött. Meg lehet ebből gyógyulni bizonyos értelemben, de nem lehet visszajutni oda, ahol volt az ember. Tehát ez valahol limitálva van. Kulcsár Lajos a betegség óta egyértelműen úgy gondolja, hogy a legnagyobb érték az ember önmaga, valamint szerettei. Mindenki figyelmébe ajánlja Ken Follett az Idők végeztéig című könyvét. A regényből kiderül, hogy milyen, gyakran drasztikus intézkedésekkel próbálták megfékezni a 14. századi pestis járványt. Véleménye szerint a jelenlegi félintézkedések nem elegendőek. Mint mondja, mindenkinek be kell tartania az előírásokat, beleértve a döntéshozókat is.